Sziasztok! Akkor most harmadszor kezdem a felvételt. A Predator Start programról szeretnék egy pár gondolatot elmondani, aminek az lenne, hogy a lényege, hogy 12 főnek lesz lehetősége arra, hogy egy 3 hónapos programot elkezdjen velünk, ugye teljesen az alapoktól. És ugye ezután szépen be tudjon csatlakozni az edzés programunkba akár. Ugye ez az edzés arról fog szólni, hogy teljesen az alapokról elkezdjük ugye fölépíteni a kis emberkénket. Ugye mindenféleképpen egy felméréssel fog kezdődni, ami legfőképpen arról fog szólni, hogy a hajlékonyság és az erőllét. A max erőt most nem fogjuk nézni, mert ugye egy kezdőt nem szeretnénk megszakítani már azzal, hogy ugye az első pár edzésen ugye maximális terhelést próbáljunk ki rajta. Ugye szépen ugye ehhez az edzéshez nagyon fontos az, hogy meglegyen a kellő hajlékonyság, mobilitás, legfőképpen ugye az első pár edzésen ezzel fogunk foglalkozni, de természetesen egy kis pár erőléti gyakorlatokat bele fogunk iktatni, csak azért, hogy szépen legyen egy kis viszonyítási alap ahhoz, hogy honnan indultunk és hova jutottunk. Szóval mindenféleképpen egy felmérés az nagyon fontos lesz. Ugye itt az edzés program az 3 hónapra előre meg lesz írva. Szépen föl lesz építve, hogy az első hónapban saját testsúlyos gyakorlatok, ugye ahogy mondtam, rengeteg nyújtással lesznek benne is kettlebelles gyakorlatok, és akkor utána jönnek majd a súlyemelő gyakorlatok. Ugye ezek a súlyos gyakorlatok ugye nagyon szép alakot és formát fognak tudni hozni, ahhoz, hogy bárki el tudja érni azt a célt, amit ugye eltervezett. Ugye nem testépítésről beszélünk, hogy itt azért ennek a programnak teljesen más lesz a jellege. Itt inkább a fitségre fogunk rámenni, ugye erősödni, a max erő, a gyorsság, a rugalmasság, a hajlékonyság, mi ezt mindet szépen fogjuk fejleszteni, ami azért, aminek ugye melléktermelje természetesen az lesz, hogy akin van egy kis felesleg, az fog tudni fogyni, aki ugye vékony az, és izmot szeretné építeni, az valószínű, hogy fog tudni egy kis izmot építeni, vagyis mindenféleképpen ugye egy kicsit fittebb és izmosabb forma tud létrejönni. Jó, egy kicsit így megmutattam itt ezt a mögöttem lévő táblát is, ahol egy napi edzés fel van vezetve. Minden edzést egy kis ugrándozó kötéllel kezdünk, hogy ugye legyen egy kis keringésfokozás a gimnasztika előtt. Ugye gimnasztika, bemelegítés, hogy felkészítsük magunkat az utána következő sportmozgásra, edzésre, vagy akár egy versenyre. Remélem, hogy ezek a gyakorlatok úgy bele rögzülnek mindenkibe, hogy mindenkinek már rutinjává válik ez, szóval, hogyha bárhol elkezd majd sportolni, ezeket a gyakorlatokat tudja alkalmazni, utána következnek általában maxerős gyakorlatok, vagy technikai gyakorlatok, ami ugye vagy guggolás, ugye a maxerőre, vagy súlyemelő gyakorlatok, és ugye ezek is csak szépen kis technikai súlyokkal, itt sem megszakítva, mert ugye technikát nem lehet nagy súlyokkal gyakorolni, de természetesen amikor már tökéletes lesz a technika, akkor majd mindig egy kicsit emelünk, és remélem, hogy mindenkit motiválni fog arra, hogy azért nagyobb és nagyobb súlyokat is meg fogjon tudni mozgatni, de hát ugye természetesen nem ez lesz a fő célunk. Edzés végére mindig beszoktunk tenni egy ilyen kis vodot, ugye a nap edzése, ami ugye egy kicsit intenzívebb lesz, és én úgy gondolom, hogy egy kis izomlásztól senkinek nem kell majd megijedni. Ugye az a velejárója lesz ennek az edzésnek, hogy izomláz lesz, ezt idáig mindenki túlélte, de ugye, ahogy mondtam, ugye alapoktól fogjuk kezdeni, és senki nem fog ebbe belehalni. Jó, és edzés végén mindig nyújtással, egy általános nyújtással, ami megint csak arra is jó lesz, hogy bárki utána, ezután a program után elmegy bárhol, bármi sportolni, ezeket a gyakorlatokat tökéletesen fogja tudni alkalmazni. Ugye, amint már mondtam, 12 fő jelentkezését várom, amiből már azt hiszem, hogy körülbelül 8-an már megvannak. Ugye hétfő, szerda, péntek este 7 órától fognak kezdődni ezek az edzések.
lesz lehetőség arra is egy-két embernek, hogy délelőtt is becsatlakozzunk, és le megcsinálja ezt a programot. Ezzel csak annyi lesz az egy probléma, hogy ugye akkor szinkronban a másik edzéssel kell lenni, és ugye az én figyelmem is egy kicsit ezt megoszta, hogy csak az egy csoport lesz, és nem lesz más edzés, és így mindenkire egyformán tudok majd figyelni. Bármi kérdésetek lenne, nyugodtan írjatok rám, vagy hívjatok föl, nyugodtan akár fel is keresettek a teremben, és belenézhettek egy edzésünkbe. Jó, ez teljesen új dolog lesz, úgyhogy ilyet még itt nem láthattok, de azért nem tudom, az remélhetőleg az edzéseik, ugye edzéseinkről azért már van fönn elég sok anyag, szerintem, hogy nagyjából mindenki tudja, de azért nyugodtan kérdezzetek és érdeklődjetek, jó? Nagyjából ennyit szerettem volna mondani. Peace!